Sziasztok! A mai részben szeretném nektek bemutatni az ötös limuzin megújult belső terét. Az ötös limuzinnak rendkívül tágas a beltere, mint az első, mint a hátsó sorban nagy a térkínálat. Ezt már megszokhattuk a modell frissítés előtt is. Ami most változott, az az ülések kialakítása, az elérhető anyagok, új dekorbetétek elérhetőek, amelyek a műszerfalon, az ajtón, illetve a középkonzolon is megfigyelhetőek. Első ránézésre is szembetűnő, hogy a középső kijelző opcióba akár 12,3 colos is lehet, ezzel megnőtt a korábbi generáció képest, valamint a fő kijelző is megkapta a legújabb, teljesen digitális dizájnt. A vezetéstámogató rendszerek legújabb generációja már nagyon sok mindenre képes. Például a Driving Assistant Professional csomaggal arra is, hogy vészhelyzet esetén a leállósávba félrehúzódik és megáll. Parkolás tekintetében is rendkívül sokat segít nekünk a megújult ötös, hiszen nem csak merőlegesen vagy párhuzamosan tud beállni, de a tolatási segédnek, vagyis reverse assistnak köszönhetően az utolsó 50 méterünket akár tolatva milliméter pontosan képes az autó megtenni, de ha még ez sem lenne elég, akkor a display kulcsnak köszönhetően számtalan egyéb funkció mellett például kívülről a legszűkebb helyekre is be tudjuk manőverezni az autónkat. Megújult a navigációs rendszer is az ötösben, hiszen most már a BMW Maps navigációs rendszer áll rendelkezésünkre, amely minden eddiginél gyorsabb, frissebb forgalmi adatokkal rendelkezik, így percre pontosan ki tudja számolni az úti célunk elérését. Természetesen a Hey BMW vezényszóval, amelyet egyébként testre szabhatunk, elérhető angol nyelven az Intelligent Personal Assist szolgáltatás, amely még komfortosabbá teheti a hétköznapjainkat. Köszönöm, hogy velem tartottatok, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!